Elkezdődött ma a Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztivál. Ehhez kapcsolódva számos kísérő programot szerveztek már délelőtre is. Egyebek mellett például elhangzott Kossuth beszéde és kiállítások is nyíltak. Hamarosan erről is lesz szó bővebben mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Csodáknak éve 1848-49 grafikákból nyílt kiállítás a Ceglédi Galériában. Első alkalommal rendezte kultúrtörténeti konferenciát a 48-as emlékekről, és Kossuth toborzó részeként idén is elhangzott Kossuth Lajos beszéde. Jó estét kívánok! Önök a Ceglédi Városi Televízió pénteki híradóját látják. Kossuth portrékból nyílt kiállítás a Városháza aulájában. A tárlat különlegességét az adja, hogy diákok és felnőtt képzőművészek gondolták újra és alkották meg Kossuth Lajos arcképét. Az Ártám Galéria és a Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművészeti szekciója közös ötlete és szervezése eredményeként jött létre az a kiállítás, ami a Városháza aulájában nyílt. Kossuth portrékat vártak. Nagyon nehéz téma ez, hiszen egy már nem létező emberről, akinek a szellemisége átjárja Cegléd városát, portrét készíteni és olyan alkotást készíteni, ami valamilyen módon kifejezheti azt, hogy ceglédiek vagyunk, Cegléthez kötődünk, és nem csak úgy, hogy mondjuk, hogy Kossuth Cegléd városa, hanem tevőleg is a művészek ehhez hozzájárulnak. A kiállítást Hegedűs Ágota alpolgármester nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, csodálatos látni, hogy a korosztályok újra gondolják Kossuth Lajos portréját, és öröm, hogy ezáltal, és így is tovább fennmaradhat a kiváló államférfi emléke. A város nevében ajándékokat is átadott a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotás készítőinek. A kiállítás természetesen bárki számára megtekinthető a Városháza aulájában. Különleges grafikákon keresztül láthatják az érdeklődők az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit a Ceglédi Galériában. A képek dr. Hermann Róbert összeállításából valók. A történész gyűjteménye ma már 400 esemény ábrázolásból, illetve több ezer portréból áll. Ennek egy részét láthatja most a ceglédi közönség. Az 1848-49-es hadi eseményeknek, illetve azok magyar és osztrák szereplőinek állít emléket az a kiállítás, amely ma nyílt a Ceglédi Galériában. A forradalom és szabadságharc eseményeit ábrázoló grafikák dr. Hermann Róbert történész gyűjteményéből valók. A kiállítás ugye igazából nem csak a téli hadjárattól, hanem már 1848 őszétől indul. Az egyik első csatakép, amit itt tőlem jobbra láthatnak, az a magyar fegyverek első nagy diadalát, a perlaszi szerb tábornak a 48. szeptember 2-i bevételét mutatja be, és hát utána egészen Buda visszavételéig, tehát 49. május 21-éig többé-kevésbé folyamatosan követhetők az események. Ugye az aradi vértanúk csoportképén kívül a dioráma is voltak éppen már a 49 nyári hadjáratot mutatja be. A történész az 1991-es években kezdte gyűjteni ezeket a grafikákat. Először 1994-ben Kossuth Lajos halálának 100. évfordulóján állított ki több más gyűjtővel együtt, azóta rendszeresen vannak kiállításai. Hermann Róbert úgy fogalmazott, az ábrázolások jelentős részénél hangsúlyozni kell, hogy ezek nem magyar szempontúak. Egyrészt a nyomdai viszonyoknak a fejletlensége tette lehetetlenné azt, hogy Magyarországon egy időben az eseményekkel magyar szemszögű ábrázolások készüljenek a forradalom és szabadságharc eseményeiről, hanem ugye nagyobb részt osztrák, tehát császári királyi szemszögből mutatják be az eseményeket, és jó esetben pedig mondjuk hát ilyen félig meddig semleges német, francia vagy angol szempontokat tükröznek. A császári propaganda szívesebben ábrázolta a saját győzelmeit, ebből kifolyólag pedig a honvédek kudarcait.
A gyűjtemény ma már mintegy 400 esemény ábrázolásából és karikatúrából, illetve több mint 1000 portréból áll. Ez utóbbiak jelentős részét Bécsben vásárolta, amikor 2003 és 2008 között a Bécsi Magyar Állandó Hadilevéltári Kirendeltség vezetője volt. A tárlaton egy különleges terepasztalt is láthatnak az érdeklődők, így szabad szemmel, illetve különböző nagyítók segítségével még átfogóbb képet kapnak az egyes csatákról. A Csodáknak éve 1848-49 című kiállítás október 4-éig tekinthető meg. Első alkalommal rendeztek kultúrtörténeti konferenciát a Kossuth-toborzó programjai között. A találkozón a 48-as szabadságharc emlékeiről, illetve a helytörténeti írásokról hallhattak előadásokat a résztvevők. A konferenciára Cegléd testvérvárosaiból is érkeztek vendégek. Diákokkal és a történelem iránt érdeklődő felnőttekkel telt meg ma délelőtt a Művelődési Központ kamaraterme. Első alkalommal rendeztek olyan konferenciát, ahol az 1848-49-es emlékekről hallhatott előadásokat a közönség. A polgármester Takács László köszöntőjében úgy fogalmazott, fontos, hogy minél többet és minél sokrétűbb ismeretet kapjunk a magyar történelem egyik legjelentősebb eseményéről. A szabadságharcosok ugyanolyan húsfér emberek voltak, mint bármelyikünk, mégis olyan nagy dolgot tettek a hazáért, ami tiszteletet érdemel, és amit nem szabad hagyni, hogy feledésbe merüljön. Rengeteg helytörténeti írás született a 48-as eseményekkel kapcsolatban. Erről már Herman Robert történész beszélt. Volt miből meríteni, hiszen óriási dokumentumanyag maradt hátra. 48-49 a magyar történelemnek az egyik legjobban dokumentált időszaka, iszonyú nagy szakirodalommal, szinte szerintem nagyobbal, mint mondjuk akár az első vagy akár a második világháború, visszaemlékezések tekintetében pedig szerintem egyetlen egy más korszak nem nagyon vetekszik vele, és hát hozzájárul mindehez az is, hogy emellett az óriási szakirodalom mellett óriási a fennmaradt dokumentumanyag. Azzal szoktam példálózni, hogy a teljes magyar középkori fennmaradt okleveles anyag, tehát 1000 és 1526 között nincs akkora, mint az 1848-49-es magyar hadügyminisztériumnak a fennmaradt iratanyaga, ami egyébként szintén nem teljes. 1849 után a történeti kutatást politikai okok miatt korlátozták, majd a kiegyezés után szabadabbá vált a publikáció, emlékeztetett a történész. Cegléd a szabadságharc egyik fontos állomása, a Kossuth kultusz a kulturális örökség része. A városban található Kossuth emlékhelyekről Reznák Erzsébet beszélt. A Kossuth Múzeum igazgatója több, sokak által talán kevésbé ismert információkat is elmondott az emlékhelyekről, mint például a Kossuth szoborról, vagy a Pozsonyból ide került Kossuth erkélyről. Ez az ország egyik legfurcsább emlékműve, hiszen akik látják, azok azt mondják, erkély, innen beszélt Kossuth, itt mondta el a ceglédi beszédet. Hát illetve azért van arra alkalom, hogy elmondhatjuk, hogy ez egyáltalán nem így volt, de nem könnyű megmagyarázni az embereknek, hogy akkor hogy került ez ide. Maguk a pozsonyiak is elcsodálkoztak ezen. A konferencián Cegléd testvérvárosainak képviselői is részt vettek. A toborzó részeként idén is elhangzott a Kossuth beszéd, mint minden évben most is ceglédi gyerekek előtt mondta el a néhai államférfi hadba hívó gondolatait Szabó Antal. A katolikus templom előtti téren több száz diák énekelt Kossuth nótákat. Kossuth nótákat, katonadalokat énekeltek a húszárcsákot büszkén viselő ceglédi diákok ma délelőtt. Idén is a katolikus templom előtti téren gyűltek össze, hogy egy jeles évfordulóra emlékezzenek. Kossuth Lajos 1848-ban itt toborozta a magyar sereget. A diákok nagy része természetesen nem csak most vesz részt az ünnepi eseményen. Kilátogattok majd a rendezvényekre a hétvégén, mert ez egy csomó szuper rendezvény. Mi szerintem mindenképpen, mert hát azért mégis megadjuk a tiszteletet. Természetesen dalokkal is készültek a fiatalok, Kossuth nótákat énekeltek. És megérkezett Kossuth Lajos is. Szabó Antal személyesítette meg idén is az államférfit. Kérni jöttem tőletek. Midőn lelkes soraitokat szemlélem, szűnik bensőmben a kétség. Nem marad védtelen, szegény árva hazánk. Tudjátok mindannyian, minő célvezérelt bennünket, midőn ide egybehívtunk benneteket. Mégis kimondom,
állnak, hitszegők el akarják venni tőlünk az áprilisban kivívott szabadságunkat, és mindazokat a jogokat, melyeket maga, őfelsége a császár biztosított számunkra. A Kossuth beszéd végén több diák is huszár mentébe öltözött, ezzel is felidézve az 1848-as Tobozó eseményeit. A program során a város vezetői és a Kossuth Lajos nevét viselő intézmények képviselői megkoszorúzták a Kossuth emléktáblát. Hamarosan újra lesz üveggyűjtési akció a városban. A korábbiakhoz hasonlóan szeptember végén egy héten át lehet majd újra elhelyezni a város több pontján megtalálható konténerekben az üveghulladékot. Szeptember végére újra üveggyűjtési akciót szervez az önkormányzat. A használaton kívüli üvegpalackok, befőttes üvegek, boros és sörös üvegek elhelyezésére szeptember 23 és 30-a között lesz lehetőség a város négy pontján. A Szabadság téren, az Evangélikus templom előtt, a Gubodi park, Rákóczi út felüli részén, a Sportcsarnok előtt, a Vörösmarty téren, a Faházak oldalában, valamint a Balcs és Zsilinszky téren, a volt Ökovíz Kft. Épülete mellett. A Ceglédi Szakképzési Centrum és a Váci Egyház megyei Karitász együttműködésével idén a BEM iskola diákjait is bevonják a katolikus segélyszervezetek munkájába a kötelező 50 órás közösségi szolgálat keretein belül. Az új lehetőségekről a Váci Egyház megyei Karitász igazgatója, Fieszül Csaba és a Ceglédi Szent Kereszt Karitász csoport program koordinátora, Böndőszegedi Szilvia tartott előadást a fiataloknak. Tegyél, hogy több legyél címmel indított pályázatot erre a tanévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A támogatás célja, hogy a középiskolás diákokat megismertessék az önkéntes munkával. Cegléden a Váci Egyház megyei Karitász, a Ceglédi Szent Kereszt Karitász csoport, valamint a szakképzési centrum összefogásával a BEM iskola diákjai a kötelező 50 órás tanítási gyakorlat keretein belül végezhetnek segítő szolgálatot az idősek otthonában és a gyermekjóléti szolgálatnál. Fieszül Csaba, a Váci Egyház megyei Karitász igazgatója elmondta, bízik abban, hogy a program segítségével a középiskolás korosztály szociálisan érzékenyebbé válik. Ezzel kapnak egy érzékenyítést, betekinthetnek a Karitásznak a munkájába, és hát egy olyan szolgálatban lesz részük, amit a későbbiekben az életük során, mint önkéntesek, tudnak használni. Az idősek és betegek havilátogatása mellett a saját korosztályukat érintő problémákra is kaphatnak megoldást. Későbbiekben, és illetve a program során ilyen drogprevenciós kérdések is szóba fognak kerülni, ahol fel tudjuk őket részben készíteni, mi várható, vagy mi jön nekik az életben. Lehetőségük lesz a Katolikus Karitász által fenntartott RÉV-hálózat, szenvedélybetegek gyógyítására szolgáló hálózatnak a meglátogatására itt Kecskeméten. Böndőszegedi Szilvia, a Ceglédi Szent Kereszt Karitász csoport program koordinátora úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy a fiatalok megtapasztalják a tevékeny szeretetet. Én azt gondolom, hogy a fiatalok nagyon sok minden irány nyitottak, minden új dolog iránt. Lehet, hogy van bennük ellenérzés, hogy ezekkel megismerkedni, de ha már ide jön, kipróbálja, lehet, hogy azt mondja, hogy fú, ez nekem való, és én is szeretnék önkéntesként segíteni az életembe. Meglátjuk, mit hoz a jövő. De mindenképpen egy jó kezdet arra, hogy tényleg olyan életszagúan test közelbe hozzuk ezeket a dolgokat. A Katolikus Karitász szervezet munkatársai bíznak a program sikerességében, és remélik, hogy a következő tanévben újabb középiskolák is csatlakozhatnak a programhoz. Jövőre is folytatja a mosdófelújítási programját a Domestos gyártó cég, jelentették be sajtótájékoztatón. Idén is három hazai általános iskolában tették jobbá a gyerekek higiéniai körülményeit. A mosdófelújítási program nagykövete Nagy Ervin színművész, aki maga is részt vett az egyik iskolában a fiú és a lány mosdó rendbetételében. Omladozó vakolat, elhasznált WC-kagylók és csaptelepek. Így nézett ki a mosdó itt, Monori erdőn, a Fekete István általános iskolában még májusban. És így néz ki most. Szép új burkolat, új nyílászárók és WC-kagylók fogadják a gyerekeket. A felújítást a Domestos gyártó Unilever Magyarország Kft. Finanszírozta. A cég 5 éve indította útjára a mosdó felújítási programot. 2015-ben indítottuk a programunkat, és azóta 22 iskolában sikerült felújítani.
szemünk a mosdókat. Így közel, csak az adott évfolyamokat tekintve, közel 4000 diáknak sikerült napi szinten javítanunk a higiéniai körülményeit. Idén 3 hazai iskola nyert lehetőséget, hogy megújuljanak a mosdói. A Monori Erdei Általános Iskola is sikeresen pályázott. Mi januárban nagyon örültünk annak a kezdeményezésnek, amit az Unilever Kft. És a tankerület kezdeményezett, hogy iskolánk bekerült azon iskolák közé, akiknek a mosdói felújításra szükséges. Annak is nagyon örültem, hogy már megfeleltünk azoknak a feltételeknek, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy abban 3 iskolába kerüljünk bele, akik egyáltalán elindulhattak ezen a pályázaton. A mosdók felújításában a program nagykövete, Nagy Ervin színművész tevőlegesen is részt vett. Azt mondta, jó érzés tenni a jövő generációért. Életem egyik legnagyobb élménye volt tenni, ezt a tenki két kezemmel, csempézni, fugázni, ajtót szerelni. Nekem mondjam őszintén, hogy ez nincs az munkakörül leírásomban, de azt hiszem, hogy én ezért a programért vagyok itt. Ezekért a részekért, amikor két kézzel azt érzem, hogy a jövő generációra tudunk valamit tenni. A felújításban a színész mellett a gyerekek is aktív szerepet vállaltak. Hoztak ilyen konténert, és akkor azt megpakoltam, meg így segítettem, kivittem a szemetet, takarítónénnek segítettem, akkor meg ilyenek. Na, hogy tetszik az új mosdó? Mi benne a legjobb? Hát az, hogy végre nem azt látom az ajtókon, hogy szét vannak verve, meg hogy szép újak. A projekt záró eseményen a diákok műsorral kedveskedtek. A mosdó felújítás emlékére táblát avattak, és tortával is kedveskedtek a gyerekeknek. A program folytatódik, jövőre is lehet pályázni, jelentette be az Unilever Kft. Képviselője, vagyis 2020-ban újabb 3 iskola kap lehetőséget, hogy megszépülhessenek az illemhelyiségek. Mint ahogy már híradónk elején elmondtam, elkezdődött a Kossuth toborzó. Adásunkkal egy időben már javában koncertek vannak a téren. Ezek voltak legfrissebb híreink. Híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk. Jó hétvégét, viszontlátásra!